Ezek azok a szent férfiak, akiket az igaz szeretettel kiválasztott az Úr, és megadta nekik az örök dicsőséget. Alleluja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkedre. Kedves testvéreim, a mostani szent misét a HIV pozitív betegségben szenvedőkért és az AIDS betegségben elhunytakért ajánlom föl. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe van. Fülöp Betsaidában született, eredetileg keresztelő Szent János tanítványa volt. Az elsők között hívta meg őt Jézus apostollá. Az apostolok felsorolásában mindig az ötödik helyen említi őt a Szentírás. Vértanú halált szenvedett, Hierapolisban keresztre feszítették. Jakab Alfeus fia, ő az, akit a Szentírás az Úr testvérének, azaz unoka testvérének mond. Ő az egyik szentírási levél szerzője, Jeruzsálem első püspöke, ki az apostoli zsinaton a pogányságból megtért keresztények érdekeit képviselte. 62-ben szenvedett vértanúságot. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelsük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. És add meg nekünk az Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz. Krisztus, kegyelmez. Krisztus, kegyelmez. Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmaz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen felség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepével. Tekints imádságainkra, s add, hogy részesedve fiat szenvedésében és föltámadásában eljussunk örök látásodra. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szentek olvasmányait legyen szíves.
szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, melyet hirdettem nektek. Elfogadtátok és szilárdan kitartotok benne. Általa nyeritek az üdvösséget, ha meghalljátok, megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek hívőkké. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették és harmadnak föltámadt ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak, utána pedig mintegy elvetéltnek, megjelent nekem is. Ez az Isten igéje. Minden földre elhat szózatuk. Minden földre elhat szózatuk. Isten dicsőségét az egek hirdetik, a mennybolt vallja kezének művét. Ezt harsogját egyik nap a másiknak, erre oktatja éj az éjszakát. Minden földre elhat szózatuk. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy megértenéd szavát. Minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljött igéjük. Minden földre elhat szózatuk. Alleluja, alleluja. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Fülöp, aki engem lát, látja az atyát is. Alleluja, alleluja. Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem? A szavakat, melyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem, ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, melyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Ezek az evangélium igény. Kedves testvéreim, a búcsú beszédnek az óráiban az apostolok átélik azt a szorongatottságot, hogy rövidesen el kell válniuk Jézustól. Bár nem biztos, hogy mindennek tudatában vannak, sőt egész biztosan nincsenek tudatában a dolgok többségének. Mégis amikor utólag visszaemlékeznek, fölidézik ezeket az eseményeket az első keresztény közösségekben, és ezt írásba foglalják, akkor különösen is kiemelik az apostoloknak ezt a szorongatott érzését. Ebben a szorongatott érzésben szól Fülöp Jézushoz, mutasd meg nekünk az atyát, s az elég lesz nekünk. Ebben megfogalmazódik annak az embernek a kérdése, aki valamiképpen mi magunk is lehetnénk, hogy legyen a számunkra egyértelmű, nyilvánvaló, szinte ilyen kényszerítő erővel szól a szavunk Istenhez, hogy világossá tegye ennek a természet fölötti életnek a valóságát,
illetve az Atyának a közelségét, az ő isteni valóságát, amit azért ott az akkori napokban is a tanítványok ezzel a kétségességgel éltek meg. Jézus a szavaiban arra figyelmezteti Fülöpöt, az Atyának az ismerete, a természet fölötti világnak az ismerete végül is csak a hitben tapasztalható meg. Ez a hit az, amelyik képessé teszi az embert, hogy lássa az Atyát, fölismerje az Atyát, fölismerje Jézusnak a küldetését, és azt is, hogy Jézusban az Atyával találkozunk. Enélkül a hit nélkül, enélkül mindig jelentkezik ennek a kétségeskedő embernek a gondolata, érzése, mutasd meg nekünk, szinte kényszerítő erővel, tedd nyilvánvalóvá a számunkra ezeket a dolgokat. Miután Jézus ezt a tanítványoknak elmondja, nagy ígéretet is tesz. Ígéretet, hogy akik hisznek benne, azokat a nagy dolgokat fogják tenni, azokat a csodákat fogják tenni, amit ő nála is tapasztaltak. Ezek a csodák, ezek közel hozzák számunkra ezt a természet fölötti valóságot. Ezek a csodák valamiképpen áttörik a mi világunknak a határait, és túl emelnek ezeken a kereteken. De leginkább ezt is a hitünkben láthatjuk meg, tapasztalhatjuk meg. Ha az ember kétségeskedik, akkor mindig meg tudja kérdőjelezni ezeket a dolgokat. Bármit kértek a nevemben az Atyától, azt megteszem nektek. Ez a bármit a szívünknek a vágyait jelenti. Azokat a mély, erős vágyakat, ami kiteljesíti az életünket, boldoggá teszi az életünket. Itt nem egyszerűen kívánságokról van szó, vagy emberi sóvárgásokról, hanem arról a mély igazi vágyról, ami az ember életét teljessé teszi. És ezeket a kéréseket, ha meg tudjuk fogalmazni, Isten felé tudjuk ezeket kimondani, akkor remélhetjük, és Jézus ígéretei szerint pedig biztosak lehetünk abban, hogy megkapjuk, elnyerjük, Jézus teljesíti a nevében hozzá ő forduló kéréseket. Amen. Testvérem, kérjük mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Fülöp és Szent Jakab apostol és a többi apostol kérésére, közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg Urunk egyházadat, Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon a szívükben. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésébe terjesszék az egész világon. Árasd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék a világban. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Állj a betegek mellett, akik érezzék meg, hogy a szenvedéseikben hozzád tartoznak. Engedd, Urunk, hogy elhunyt testvéreink, már most, majdan pedig mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk. Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hiszük és reméljük, hogy a mi javunkra válik megadott nekünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere.
által és a víz által részesünk annak istenségében, akik egyesen részes lett emberségünknek. Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort, felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves szenedőt áldozatunk. Most Uram, bűneimet s védkeidből tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el adományainkat, melyeket Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepén bemutatunk előtted. Tedd tisztává fedhetetlenné vallásosságunkat Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon. A te szentséged örök jeleként maradjon fönn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennyek országáról minden népnek. Ezért az apostolok egész seregével együtt, most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel mondjuk, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenség, Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsánna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezévette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezévette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, hogy arra méltattál minket, hogy szent előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokra, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a Szent Apostolokkal, a Szent Józsefről az jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted,
részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőít magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, ki azt és uralkodó mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk. Fülöp, aki engem látott, az Atyát is látja. Halleluja.
Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, tisztítsd meg lelkünket szent ajándékaid által, melyeket magunkhoz vettünk, hogy Szent Fülöp és Szent Jakab apostollal együtt meglássunk téged fiadban, és eljussunk az örök életre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Isten. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretettel. Oltalmat aláfutunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnöves szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánl minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig menjél is neked kezére. A sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek pesztélye körül járnak a világban, Isten elejével taszít vissza a kárhozatot.